20 évre elegendő nyersanyag készletek. Felkiáltója kérdője nagyon fontos. Köszönöm. Kedves kollégák, elég gyakran találkoztunk egymással. Mindig adnak nekem egy címet. Ez nem mindig olyan, aminek örülök. Tehát tulajdonképpen, de hát az ember úgy próbál vele valamit kezdeni. 1971-ben, amikor befejeztem az egyetemet, ugye 72-ben megjelent a Növekedés határai, és egy ember az egyetemen, egy Liska Tibor nevezetű kiváló ember, az mindjárt írt egy cikket, hogy a Növekedés határai az ugye miért szamárság, és hát ugye hivatkozott Malthusra, meg arra, hogyha a világ úgy működne, mint ahogy gondoljuk, mondjuk Londonban, akkor hát a lóvasútnak a mindenféle dolgait hogyan lehetne elszállítani. Idegessé tett annak idején engem a Liska, és úgy tűnik egyébként, hogy hát nem él már, de én így ilyen jó 50 év távolatából ugye megkövetem őt, hogy lehet, hogy valamit tudott, amit annak idején én biztos nem. De a lényeg az, hogy ugye a Növekedés határai című könyvben Dennis Meadowsék ugye rajzoltak mindenféle görbéket, és hát ez sokkolt bennünket, és ugye ők nem voltak persze közgazdászok, ezért nem értettek mindenhez, mint a közgazdászok szoktak, de a lényeg az, hogy az erőforrások ugye kifogynak, és ha nézzük az éveket, akkor hát most 2020 környékén fogytak el, az előrejelzés szerint. És hát ugye azt lehetett sejteni, hogy nem így van, és tulajdonképpen ami miatt mégis most elmondom, amit elmondok azért, ugye az, hogy tulajdonképpen az egy roppant izgalmas történet, hogy mivel, mi az a gumicsont, amivel etetjük az embereket, ugye, és hagyjuk, hogy rágják, és elmondjuk a figyelmüket valamiről, ami valószínűleg ugye fontosabb lenne. Ez a gumicsont gyakorlatilag 50 éve ez a növekedés. Nem lehet egy véges földön végtelen növekedés, ami persze igaz. És hát az is igaz, hogy úgy látszik, hogy levették a műsort. Nem meg tudom érteni egyébként, hogy ha így tettek, tehát arra felé kell integetni, mondták, de hiába integetek. Nem ez lenne az első eset, hogy nem működik a technika. Összeesküvés elméletekbe hinnék, akkor mondanám, hogy de akkor mondom enélkül, majd már megy, nagy kár. Tehát ugye annak idején 56-ban volt egy King Hubbert nevű úr, aki lerajzolta, hogy gyakorlatilag hogyan fognak kimerülni az Egyesült Államok kőolajkészletei, rajzoljuk ezeket a görbéket, és most látjuk, hogy ugye itt tartunk valahol, hogy szó nincs róla, hogy ugye az történne, mint amit előre becsültek, mert rájöttek, hogy vannak technológiák, lehet vízszintesen is fúrni néhány ezer métert, és akkor meg lehet repeszteni ugye a palát, és ki lehetből szedni a földgáz, meg a kőolajat. Az Egyesült Államok gyakorlatilag ugye elkövette ezt a történetet, de gyakorlatilag ugye ez a Hubbert görbe, ez sokáig ugye iránymutatást adott nekünk. Hát, most, szóval azért én nem szoktam egyébként végigérni a szlájdjaimon, de hogyha ez így megy, akkor úgy látszik, hogy... Tehát nem lehetne, hogy ott valaki léptesse? Léptesse. Na, igen, egyet menjünk tovább, hogy ez a bizonyos 20 év, hogy mindig, mikor csinálunk egy előrejelzést valamilyen földrajzkönyvbe, gazdaságföldrajzkönyvbe, mindig azt állítjuk, hogy 20 év múlva elfogy. És ugye van egy probléma, hogy tulajdonképpen a geológusok megállapítják, hogy valamiből mekkora a vagyon, ugye mekkora az ásvány vagyon. Ez körülbelül arról szól, hogy mennyi van belőle olyan entrópiájú állapotban, hogy értelme lenne belőle csinálni valami hasznos terméket. És jön a közgazdász, aki meg azt mondja, hogy mennyi belőle olyan, amit az adott gazdaságnak a fejlettségi szintjén, árviszonyait figyelembe véve, munkatermelékenységeket, technológiákat figyelembe véve érdemes tulajdonképpen belőle felhasználni. Tehát van a vagyon, ez a világos szürke, és ebből van a készlet, ez a sötét szürke rész, ami egy töredéke. Tehát tulajdonképpen általában nincs olyan ugye ásványkincs, aminél elérjük ezt az egész szürkét, vagy megközelítjük,
ez a sötét szürke, ez megváltozik, az szerint, hogy éppen mi újság van. Amikor ugye azt hittük, hogy ugye a jeleket rézdrótokon fogjuk vezetni, akkor látszott, hogy a rézára megy föl, és tulajdonképpen a készlet az nő, mert ha fölmegy az ár, akkor a készlet az nő, és aztán kiderült, hogy nem kell a réz, mert üvegszálon vezetjük a jeleket, és tulajdonképpen jelen pillanatban emberek, mit tudom én, tetőt fednek, meg csatornát csinálnak részből, amit ugye el nem tudtunk képzelni annak idején. Tehát ez egy változó történet, és nagyon érdekes, itt lent látunk, ez egy tankönyvi ábra, ezt a tankönyvet véletlenül én írtam valamikor 80, nem tudom hányban, valaki tanulta meg, általában nem szokták tanulni. A lényeg az, ugye, hogy tulajdonképpen a természeti erőforrások esetében természetes lenne, hogy az árak mennek fölfelé, mert az ember különben nem tartaná a pénzét bányába, hanem arra számítana, hogy jövőre majd drágábban fogja eladni a kibányászott bányaterméket, mennek fölfelé. De azért látjuk egyébként, hogy nem mehetnek a csillagos égig, és azért nem mehetnek, mert van olyan ár, amin a kereslet már nulla. Tehát tulajdonképpen lesznek helyettesítési lehetőségek. Nos, ez azt jelenti, hogy van egy nagyon komplex probléma, amit általában ugye az emberek nem vesznek figyelembe. Előbb hallottam a lineáris gazdaságról, meg a körkörös gazdaságról. Erről a lineáris vagy körkörös gazdaságról egyébként ugye egy David Pierce nevű bácsi már 94-ben könyveket írt, meg előadásokat tartott. Ez most gondoljuk, hogy novum, ez nem novum, most újra felfedeztük a melegvizet. Valami miatt mégse tudjuk csinálni. Ugye mindig vannak gátak, ami miatt nem vagyunk képesek csinálni. Ha odébb lépnénk, akkor az jó lenne. Nem lépünk odébb. Na jó. Tehát felejtsük el, jó? Tehát ez nem működik valami miatt, nem tudom miért nem működik, reggel még működött. Tehát akkor inkább elmondom, amit szerettem volna. Jó. Tehát ugye mindig csinálunk valamit, és megállapítjuk, ugye mindig az adott gazdasági feltétel, gazdasági társadalmi feltételrendszer alapján, hogy tulajdonképpen mit tehetünk, mit nem. Jelen pillanatban ez a olaj buborék, amit föl lehet rajzolni, és látszik, hogy megint ez a bizonyos vagyon az 1541 gigatonna széndioxid kibocsátását ugye indokolná, hogyha elégetnénk az összes fosszilis energiahordozót, amit már fölfedeztek. Látszik egyébként, ugye, hogy tulajdonképpen ennek a fele az, ami értelmesen volna ugye kitermelhető, és az is látszik, hogy kitermelni csak 225 gigatonna széndioxid ekvivalenssel ugye egyező termelhetünk, és ez azért van, mert különben megfőznénk a Földet a klímaváltozással. Nos, ez azt jelenti, hogy ilyen pillanatban van egy nagyon érdekes probléma, és persze szidjuk a politikusokat, meg mindenkit okkal, meg ok nélkül, hogy gyakorlatilag miért nem akarják mondjuk bevezetni a klímaegyezmény, és miért nem hajlandóak többet tenni azért, hogy gyakorlatilag radikálisan korlátozzák ugye ezt a széndioxid kibocsátást, és az egyik oka az, hogy az összes társadalmi befektetés, ami ugye arról szól, hogy nyugdíjalapok, biztosítási alapok, az mind olyan ugye befektetésekben landolt, amiket vagy a fémipar, vagy a olajipar, és a hozzá kapcsolódó automobilizmus, stb. Birtokol. Vagyis, hogyha hirtelen betartanák azt, ami józan észre látszik, hogy be kéne tartani, akkor ezek a szociális alapok, ezek bedőlnének. Most egy politikus persze ezt nem fogja bevállalni. Nyilvánvaló, hogy legfeljebb arra van esélyünk, hogy egy fokozatos, ugye megyünk ebbe az irányba. Marha érdekes egyébként, hogy mikor azt mondtam, hogy ennek a nagy része egy csont, amit rágunk, és elvonja a figyelmünket valamiről. Én nagyon örülök nekem, amikor mindenki mondja, hogy mit támogassunk, meg mit ne támogassunk, de nyilvánvaló egyébként, hogyha azok a bizonyos Kuznyesz görbék működnének, feltéve, hogyha az embernek lenne jövedelme. Előttem a kollega is beszélt róla, hogy áramlik a money. Hát igen, áramlik a pénz, de kinek van pénze? Az emberiség felének nincs. Nincs esélye, hogy normális életkörülmények között éljen, és hát 4-5%-os energiahatásokkal főzi az ételt, ha egyáltalán tud mit főzni, mert van neki étele.
Ez a nagy helyzet a világban. Most az a nagy baj egyébként, hogy persze a money áramolhatna, hiszen a GDP az eszméletlen sebességgel nő. Ma már minden emberre több mint 10 000 dollár per fő jutna, ha egyenletesen lenne elosztva. Ha valakinek van évi 10 000 dollár kvázi elkölthető jövedelme, az egyébként normális házban lakik, a gyerekeit iskolába járatja, nem 14-13 éves lányok szülnek gyerekeket, és van egy normális ugye, oktatás, ami azt jelenti, hogy intelligens emberek lesznek, és végig gondolják, hogy vajon egyetlen szórakozás az maradt nekik, hogy legyen mondjuk 12 gyerekük, mert abból 6 új is meghal csecsemő korába, vagy nem. De nincs rá lehetőség, mert a pénz az koncentrálódik néhány ember kezébe, aki persze majd cirkulárisan befekteti, tudnék hozni itt ilyen mindenféle Toshiba meg egyéb példákat, amikor elmagyarázzák, hogy ők milyen frankók, mert ha összehasonlítjuk az ő terméküket egy másik termékkel, akkor az ő termékük 2-szer olyan energia hatékony, és 3-szor olyan anyag hatékony. A probléma az egyébként, hogy hát ki tudok választani rengeteg benchmarkot, hogy minél vagyok sokkal hatékonyabb, de vajon megoldja-e azt az alapvető problémát? Egyébként egy csomó ember az nem azért vesz izzót, ami fűt ahelyett, hogy világítana, ugye, mert eldöntötte szabadon, hogy mire költi a pénzét, hanem azért kénytelen olyat venni, mert nincs pénze. Az egyik 1000 forintba kerül, másik meg 100 forintba kerül. Lehet, hogy nem tudja szegény, lehet, hogy de ha megmondanám neki, és lenne rá pénze. Ja, egyébként nem hát a villanya sincsen, tehát ugye végignézzük, hogy az emberiség hány százaléka nem jut hozzá a világításhoz, akkor látjuk ezeket a számokat. És persze vannak számítások, amik világosan bizonyítják, hogy van egy egyszerű történet, hogy jelen pillanatban a bányászati technológiák zöme már ugye olyan kőolajat hoz a felszínre, amikor mondtam, hogy Amerika újra nagy kőolajbányászatba kezdett, olyat hoz felszínre, hogy a felszínre hozni majdnem annyi energiát igényel, mint amennyi energiát a felszínre lehet hozni. De van egy nagyon érdekes történet, ugye, hogy van az automobilizmus, és vannak az autók, amik nagyrészt ugye robbanó motorokkal működnek, nekik kell az üzemanyag. Most helyette jönnek az okosok, hogy legyenek villanyautók. Marha érdekes egyébként, hogy mondjuk nyilván Pekingbe kellenek a villanyautók, mert nem lehet levegőt venni. Németországban majdnem biztos, hogy nem kellenek a villanyautók, hiszen szénnel ugye fűtött erőművekben termelik a villamos energiát. Tehát ez tulajdonképpen egy nonsens, hogy ők ugye villanyautóznak. Norvégnak meg kellene villanyautózni, Magyarországnak meg csak akkor, ha megépítjük a Paks 2, de egyelőre még el se kezdtük, és lehet, hogy nem is tudjuk elkezdeni. Most kényszerűen mindenki beszél, hogy hogyan nézzük a jövőt. Hát mindenki rajzolja a görbéket, és az érdekes a dolog, hogy a papír marha türelmes. Mindent föl lehet rárajzolni. Meg lehet mutatni szépen, hogy hát van egy olyan, ugye, hogyha ha szétválasztjuk a gazdaságnak a növekedését az anyagfelhasználástól, akkor egy nagyon barátságos világot tudunk fölépíteni, mert nem lesz benne nyomás, ugye, a környezeti nyomás, hiszen ez megoldható. A jó hírem egyébként, hogy tényleg megoldható. Megint mondom, a 70-es években, amikor néztük, hogy mi az, hogy réz érc, akkor azt gondoltuk, hogy van neki 4-5% résztartalma. Aztán rájöttünk, hogy mi az, hogy rézész, van neki 4-5% résztartalma. Mert olyan technológiák vannak, amik hogy a flotáció, stb., amik lehetővé teszik, hogy olyan érceket, amiket valamikor, amikor meddőnek tekintettünk, ezekből előállítsunk anyagokat. Tehát világosan az látszik, ugye, hogy rajzoljuk ezeket a görbéket, nagyon mutatósak, de megint csak elvonják a figyelmet valami nagyon lényeges, hogy úgy tűnik egyébként, mintha azt kellene csinálni, de nem biztos, hogy azt kell csinálni. Menjünk egy kicsit gyorsabban, mert már elment az időm, szerintem Gergő mindjárt mondja, hogy vége van, ugye? Még van 5 perc, hát ez nagy boldogság. Na, ha ugye megnézzük, hogy a különféle anyagoknak a kitermelésével mi a helyzet, akkor ezeket nagyon szeretjük, ezek ilyen nemzetközi kiadványok, és természetszerűleg mindenki marha boldog, hogy hát ezek a kínaiaknak, ezek az indiaiak, hát ezek szörnyű népek egyébként, hát ezek pusztítják a világot, ugye? És természetesen így van, hogy pusztítják a világot, mert ők most hozzák létre azt az infrastruktúrát, amit Európa meg Amerika már régen létrehozott. Csak ha mennénk tovább, akkor látnánk, hogy annak ellenére, hogy ők most építik az infrastruktúrát, és jó ugye, indokaik vannak arra, hogy miért ilyen
mérjen, amit csinálnak. Ennek ellenére a jellemző mégis az, hogy Európa meg Amerika használja fel egyfelé úton ugye az anyagot 4-5-szor annyit, mint mondjuk egyfelé úton használ egy kínai vagy egy indiai, és magyarázunk nekik, hogy ezt már nem kéne folytatni. Most ha valaki belegondol, ugye az Európai Uniós pénzekből leginkább azt lehetett csinálni, hogy leburkoltuk a térkövekkel az országot. Most ez ugye, ha tudjuk, hogy a térkövek azok betonból vannak, a beton meg cementből, a cement meg egy eszméleten energia ugye igényes történet, akkor világosan látszik egyébként, hogy most le kellett burkolni, vagy nem kellett leburkolni. Hát az én házam előtt építették a járdát, akkor le, ha Józsi előtt, akkor azt már nem kellett volna. De nyilvánvaló egyébként, hogy nonsense, hogy magyarázzuk a kínaiaknak, az indiaiaknak, hogy mit kéne csinálni, miközben magunk egyébként folytatjuk azt, hogy eszmélet anyagtömegeket használunk. Most ugye érdekes az, hogy ugye igen ez volt az, hogy kétszeres a világátlagnak az Egyesült Államok egyfőt anyagfelhasználása, azon a fejlettségi szinten ez nonsense, ugye? Tehát azon a fejlettségi szinten ennek már nem kéne így lenni. Mondanék valamit, hogyha megkérdezném, hogy melyik az egyik legkörnyezetbarátabb ország, akkor mindenki Finnországot mondaná. A finnek egyébként kb. 4-szer annyit használnak egyfelé jutóan, mint mondjuk az olaszok, akiket mindenki slendriánnak tekint. De ezek persze strukturális kérdések, amikkel ugye érdemes foglalkozni, de ugye az a baj, hogyha megnézi valaki ezt a kiadványt, akkor millió ilyet lát. És most ennél álljunk meg, és befejezem körülbelül itt, mert nem jutok a végére, kicsit még lassabban sikerült, mint eddig szerettem volna. Ugye az a helyzet, hogy a Schumpeternek volt egy nagyon érdekes ugye, gondolata, ez az úgynevezett ugye, alkotó ugye, rombolás, vagy romboló innováció. És azt mondta, hogy néha a régit ugye, el kell rombolni, tönkre kell tenni ahhoz, hogy föl lehessen építeni valami újat, meg lehessen változtatni világot. És marra érdekes egyébként, hogyha most belegondolunk, ugye az olajipar persze ragaszkodik hozzá, hogy továbbra is olajat. Valaki azt gondolja, hogy most fedezték fel a LED lámpákat, ugye ez nem igaz, mert 70-80 éve ismerjük őket, réges-régen lehetett volna LED lámpákat csinálni, ha akartak volna. Az a bizonyos üzemanyag cella, az kb. 110 éves ugye felfedezés, amit máig nem használunk, a japánok most elkezdtek gyártani olyan autót, ami üzemanyag cella van, de azért most belevisszük a világot abba, ugye, hogy mindenkit ellátunk akkumulátorokkal, ugye töltőállomásokat, gyors töltőket, egyebeket hozunk létre, eszméleten problémáink vannak a nyersanyag hiányjal, mert akkumulátorokat nem találunk, lítiumot, stb. Ezek ugye lehet tudni, hogy ezek nagyon messze vannak attól, amit kellene csinálni. Az alkotó rombolás azt jelenti, hogy ezeket a rendszereket, ezeket a centralizált őrületeket el kellene felejteni, mert az energia nagy része a napból jön, és ez decentralizáltan jön a földre. És nyilvánvaló egyébként, hogyha vannak ezek a mindenféle hálózatok, akkor a vége az, hogy napelemparkokat építünk, mert ugye szeretnénk úgy tenni, mintha ez egy atomerőmű lenne, ahelyett egyébként, vagy szélerőműveket építünk, ahelyett, hogy csinálnánk, mint régen mondjuk a hollandok, hogy amikor fújt a szél a polderekből, kinyomta a vizet, minden faluba, városban van egy hidroglóbus, amiben egyébként egy szélerőmű nyugodtan föl tudná nyomni a vizet, éppen akkor, mikor fúj a szél, de nem ezt csináljuk, hanem szeretnénk, hogyha nagy ezéket, erőmű parkokat tudnánk belőle építeni. Tehát egy fontos dolog lenne, ugye, hogy néha meg kellene haladni a régit, le kellene rombolni, hogy újat lehessen építeni, és ez mindenekelőtt a gondolkodásunkat kéne átalakítani. Nagyon érdekes gondolata volt ugye a Kennedynek, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen a holdraszállás azt nem azért akarja, mert az egyszerű, hanem azért akarja, mert meg akarja mutatni, hogy az ember képes arra, hogy 10-100-szoros javításokat hozzon létre, például ugye a miniatűrizálástól kezdve csomó minden a űrtechnikával kezdődött, vagyis el kéne felejteni azokat az innovációkat, amik a réginek a javítgatásáról szólnak, és 1-2%-kal javítják azt, amit ugye néha el kéne felejteni az egészet úgy, ahogy van, hogy újat létre lehessen hozni, és ehhez kellenének ezek a bizonyos holdraszállási típusú innovációk. És mindez ugye azt lehet mondani, hogy akkor fog működni, hogyha vannak emberek, akiknek vannak vízióik,
és vannak menedzserek, akik végrehajtják a víziókat. Ez nem ugyanaz a képesség. Marha rossz egyébként, amikor menedzserek, akik ugyanolyan technokraták, mint a mérnökök esetenként, ugye azok gondolják, hogy vizionálniuk kell. Mert nem tudnak vizionálni. Vizionálni azt tud, aki képes magát ugye kirakni abból a boxból, amiben általában gondolkodunk. Na most, tehát ha lennének ugye romboló innovációk, amik ugye létrehoznak valami merőben újat, ha lennének olyan elképzeléseink, amik ugye szakítanak mindennel, ami eddig volt, és valami radikálisan új megoldásokat hoznak, hogy a hordraszállási innováció, és lenne egy irányító vízió, ami mögé az emberek fel sorakoznának. Elhinnék, hogy változtatni tudunk, elhinnék, hogy vannak emberek, akik képesek vízió megfogalmazására, akkor volna esélyünk arra, hogy fölépítsünk tényleg egy olyan gazdaságot, amelyik működő képes, és olyan világot, ami működik, és ennek a világnak ugye egy nagyon fontos kérdése lenne az, hogy ugye ezt a bizonyos 10 000 dollár per fős GDP-t, ugye nem ezt kellene akarni mindenáron csökkenteni, hanem ezt kellene egyenletesebben elosztani a népek, és a népeken belül, ugye egyes országon belül az emberek között, mert akinek van egy kis pénze, az valóban elkezdhet gondolkodni rajta, hogy mibe fekteti a pénzét, de akinek nincs annak ugye a túlélés miatt ugye rákényszerül dolgokra. És jó lenne, hogyha ha nem ragadnánk le olyan gumicsontoknál, amik tulajdonképpen a lényegről vonják el a figyelmünket. Köszönöm a türelmet.